változásokat tartalmazza. A változó országos tűzvédelmi szabályzat talán legfontosabb változása a tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv bevezetése lesz. Az úgynevezett piros könyvet az épületek tulajdonosainak a használatba vételt követő 60 napon belül el kell készíteniük. A későbbiekben pedig minden változást 30 napon belül be kell vezetni a könyvbe. Ez a kapocs a létesítési és a használati előírások között, mert ez a úgynevezett piros könyv, ez az épületnek a megvalósult állapotát kell, hogy tükrözze, az ebben lévő tehát műszaki tartalom a tűzvédelmi helyzetét mutatja az épületnek. Tehát, hogyha bármilyen olyan jellegű változás történik az épületen, amely érinti a tűzvédelmet, akkor ezeket át kell dolgozni a változást követő 30 napon belül. Tehát hogy tartalmazza például a tűzszakasz határokat, hogyha ez változik, akkor ezeket módosítani kell. A tűzvédelmi berendezésekben, aktív tűzvédelmi berendezésekben történik változás, akkor nyilván ezeket rajta át kell vezetni. Mint mondta, az új okirat legnagyobb előnye, hogy tulajdonosváltásnál az új birtokos egy teljesen naprakész képet kap az ingatlan tűzvédelmi állapotáról. A változások érintik a tűzoltókészülékeket is. Ugye eddig a tűzoltókészülékeket tűzveszélyességi osztály, illetve alapterület függvényében darabszámra kellett meghatározni és elhelyezni a létesítményekben, építményekben. Most az új szabályozás szerint anyag egységek kerültek meghatározásra. Ezek az oltóanyag egységek a tűzoltókészülékek szabványos vizsgálati egységtüzeinek a méretei alapján kerültek meghatározásra, tehát azok alapján, a számok alapján, amelyek mutatják azt, hogy az adott tűzoltókészülék mekkora tűz, egységtüzet képes eloltani, és itt is az alapterület az megmaradt, két kategória marad, az általános esetben milyen oltóanyag egységű tűzoltókészüléket kell elhelyezni, illetve abban az esetben, hogyha robbanás, veszély, robbanás veszélyes osztályba tartozó anyagot tárolunk az adott szabadtéren vagy helyiségben, akkor hány oltóegységnyi tűzoltókészüléket kell elhelyeznünk. A kirendeltségvezetők kiemelte, az új szabályozás március 5-én lép életbe. Számos ponton pedig egyszerűsíti az eligazodást, úgyhogy még bőven van idejük az érintetteknek utána nézni a változásoknak és megfelelni az új feltételeknek.